Kisplashbe. Elindultunk a kastélyhoz. Tegnap szerettünk volna találkozni, most még állhatunk itt nagyon ügyes megkülönni Kresszileg. Tegnap akartunk találkozni, csak én nem jutottam oda vasárnap. De jobb is, mert mondom, hogy olyan családi délelőtt meg délután volt. És a gyerek is ott volt velünk, így aztán ő akart folyamatosan mi is kérdezni. Utoljára a kiállításom itt Gyulán, tehát egy ilyen intézményesített kiállított terembe. 1999-ben volt a valamikori, most már így mondom, a valamikori Dürer terem felső kezdett bele. Na most, ha én rajztanár lennék, ugye rögtön ez egy olyan, úgymond egy olyan fiatal ember. Magadnak a kamerát, és akkor nézzél, akkor tudok normálisan vezetni, ez egy hamarabb is eszembe. Nehezen lehet találni olyan rajztanár, akit valami, vagy én nem tudok róla, de biztosan vannak. Tehát inkább azt mondom, biztosan vannak, csak valahogy az én ismeretségi körömben kevés van, meg tudom számolni, kb. Egy kezemben, akiket érdekel az, hogy találkozik, meg vannak tehetséges fiatal emberek. Kamerálás, hiszen ott van a kisaltó gyulai hírlapos is, ott a te fejed, itt az enyém, ott a kastély, és akkor oda most mi így bemegyünk. Tetszik engedni, hogy 10-15 perc tovább nem lesz, mert mindenki megy. Egy-két napot terveztünk itt lenni, jó? A szép hölgyet. Nem kell kinyitni. Miért? Megérkeztünk a kiállítóhelyre. Ez itt a... Te vagy az, aki nagyon ritkán állít ki. Te vagy az, akivel kiállításokon lehet találkozni. Elmondja a véleményét szívesen, de valamiért ritkábban mutatkozik meg, mint hogy véleményem szerint. Nem általánosítok, de van egy kisebbség nyilván, akit érdekel az, hogy most én hogy látok, vagy bizonyos dolgokat hogy fogalmazok meg. Természetesen most a megfogalmazás alatt értendő, hogy vizuálisan hogy fogalmazok. Tehát mit látok én másképpen, mint amit mondjuk egy laikus. Hogy fogalmazok? Amilyen élményeket, most úgy értve, hogy napi élményeket megélek, azok valamilyen formában váratlanul valamikor felbukkannak, és valamilyen vizuális, valamilyen elemhez társulva, valamilyen egészen más grafikával élek, mint épület, ami ki van fordítva alapvetően, és van a német városi templomnak egy eleme. És a kettő van kombinás, mondanám, nekem erre a vizuális gondolkodása azért van szükségem, mert mondjuk egy zenésznek ugyanúgy szüksége van a zenészre. Kísérletezget, és valahogyan belemélyed abba, amit csinál. El kell mondani egy tök idegennek, hogy te mit csinálsz, akkor mit mondanál? Igazán nem sok mindent mondanék, hanem csak megmutatnám. Tehát ez pont arról szól a dolog, hogy én igazán, ha beszélnék is róla, eléggé akadozva, dadogva, meg fecselészve mondanám. Valahol biztosan ott van a mondandóba, ha ugye verbálisan próbálnám valahogy kiigazítani. Ha az ember bizonyos gondolatokat megfogalmaz, ahhoz az kell előtte, hogy ugyanúgy, mint a zeneiskolában, tehát megtanuljon kottát olvasni. Tehát március 15-én délután 3 órakor jöjjenek el, gyertek el, de főleg azokra gondolok, akik a kisfestészeten kívül más is szeretnének látni, mert